komolyan mondtam, vágod? A saját szememmel láttam. Ó, én hiszek neked, hiszek neked. Csak mondd el, mi történt, meséld el. Oké, múlt hét pénteken éjszaka hazafelé tartottam egy kocsmából, és ez a nő elkezdett felém jönni, eléggé düdöngélt. Azt hittem, hogy részeg. Oké, mondd el, de őszintén, mennyit ittál az este? Épp, hogy ittam valamit. Ó, ugyan már. Várj, figyelj, oké? Közelebb jött, sikerült jól megnéznem. Látnod kellett volna a szemeit, az orrát, az egész arca, mintha rothadna. Úgy nézett ki, mint egy hulla, mint egy járkáló hulla. Akárcsak az asszony. Soha nem láttam még ilyet, azóta pedig képtelen vagyok aludni. Jól van, nyugodj meg ebben, nyugodj meg, csak... Hey, erősnek kell lenned, rendben? Nem engedünk utat a sötétségnek, oké? Igen, igazad van. De ha lefagysz ezeknek a közelében, akkor beléd vigyeztik a fogokat. Láttam, ahogy megtámadnak valaki. Ó, ne már! Pont most! Sehol senki. Ez fura. Ha-ho! Van itt valaki? Valami nincs rendben. Jól van? Ne mozduljon. Visszajövök magáért. Mit csinál? Maradjon nyugszal! Szüksége van segítségre? Maradjon ott, uram! Megoldom! Hé, maga! Szálljon le róla! Azonnal! Maradjon ott! Vagy tüzet nyitok! Faszom!
kizárt. Ez lehetetlen. Jól vagy? Igen, azt hiszem. Köszönöm. Majd akkor köszönt, ha sikerült ezt túlélnünk. Bassza meg. Folyik itt. Nem tudom. Remélhetőleg a rendőrről sem kapunk valami választ. Várj, te zsaru vagy? Igen. Leon Kennedy. És te? Claire. Claire Redfield. A környéken laksz? Nem. A testvéremet keresem. Ő is zsaru. Nos, legalább egymásra találtunk. Nem tudom ezek után mire számíthatunk. Resident Evil 2. Figyelmeztetés minden polgárnak! Az egész várost érintő járvány miatt azt tanácsoljuk, hogy keressenek menedéket a Raccoon City rendőrkapitányságon. Minden ott tartózkodónak ingyen ételt és gyógyszert biztosítunk. Istenem, ez annyira hihetetlen. A rendőrös már nincs messze. Ők biztos tudnak valamit. Igen, de... mi van, ha csak mi vagyunk? Mi van, ha nincsenek túlélők? Nem, vannak túlélők. Ez egy nagyváros. Lenniük kell. Úgy tűnik, innen gyalogolhatunk. Inkább futhatunk. Ja, jó ötlet. Jézusom! Leon, talaznak kellene! Mia? Bassza meg! Claire, kifelé! Kifelé, azonnal! Kapaszkodj!
Claire! Claire, jól vagy? Igen! Én jól vagyok! És te? Nem maradhatok itt, nem biztonságos! Menj előre! Az ősön találkozunk! Ott leszek! Elszabadult a pokol! Basszus! Mindenki átváltozott! Ez lesz az. A rendőrös. Van itt valaki? Lennie kell itt valakinek. Ez nem jó. David, Marvin, ott vagytok? Találtam egy kiutat, ebben van! Küldjétek erősítést, keleti folyosó! Meg kell őt keresnem. Jézusom! Húzzák fel! Gyorsan! Valaki! Húzzák fel ezt az átkozott rácsot! Itt vagyok! Segítsen! Kérem! Segítsen rajtam! Adja a kezét! Fogok! Adja a másik kezét! Kitartás! Jézusom! Mindenhol ott vannak! Basszus! Gyerünk!
Biztonságban van. Egy. Köszönöm. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Volt még egy tiszta, akit nem tudtam. Nem. Fogja. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtett a Leon. Tudja bárki is, hogyan kezdődött? Fogalmunk sincs. De őszintén szólva annyit tudnia kell, hogy ez a hely élve felzabálja, ha nem vigyáz. Hivatalosan múlt héten kezdtem volna, de hívtak, hogy ne jöjjek. Bárcsak itt lehettem volna. Most itt van Leon, csak ez számít. Rendben, hadnagy. Készen állok. Remélhetőleg talál egy kiutat erről az őrsről. A tiszta, kivel találkozott, Elliot. Azt gondolta, hogy ez a titkos átjáró megfelel a célnak. Ez jó hír. Kórházba tudjuk juttatni. Nem, nem, velem ne törődjön. Hadnagy, nem fogom csak úgy itt hagyni. Parancsba adom újonc. Előbb magát mentse. Magával mehetnék, de csak lelassítanám. Most pedig... erre szüksége lesz. Nem fogadhatom el. Fejezze be. És ne essen az én hibámba. Ha meglát egyet azok közül, viseljen egyenruhát vagy sem. Ne habozzon. Vagy leszedi. Vagy futni kezd. Érti? Igen, uram. Nem így képzeltem az első napomat. Jól van, Marvin. Mutatnék valamit magának. Fontos. Vettem. Mindjárt ott leszek. Hát itt van. Jöjjön. Nézz. Igen. Tudtam, hogy sikerülni fog neki. Ismeri? Igen. Claire-nek hívják. Együtt jöttünk a városba. A második emeleten át kijutott. Az udvarra. A keleti oldalon. Rajta vagyok. Köszönöm, hadnagy. Elliotnak igaza volt. Igen, de az átjáró még nincs nyitva. Azonnal ott leszek. Oké.
Claire! Annyira jó, hogy látlak. Hogy vagy? Az a helikopter csak úgy a semmiből jött. Még egyben vagyok. Ugye, jól gondolom, hogy nincs egy kulcs azokban a díszes zsebekben. Sajnos, nincs. De te hogy vagy? Tudod, hát még élek. Az jó. Igen. Találkoztál a testvéreddel? Nem, még nem. Claire, ne add fel a reményt. Biztos vagyok benne, hogy megfogod. Francba! Tudod, mit jelent ez? Igen. Vacsora idő. Claire, jobb, ha most néz. Miattam ne aggódj, Leon. Magadra vigyázz. Claire, menned kell. Most! Hé, éljük túl. Mindketten. Marvin, van egy kis probléma. Körülvettek a zombik. Marvin, hall engem? Marvin! A francba. Még mindig él. Valami azt súgja, hogy ő nem zsaru. Jézusom! Faszom! Haladni kell! Szóval a föld alá vezet. Ha, ez lesz a kiút. Brana hadnagy! Marvin! Ideje mennünk. Hé, Marvin! Most azonnal el kell jutnia egy kórházba. Ne, én magát mentse. Gyerünk, majd... Menjen! Nézze, még mindig kijuthatunk innen. Csak adja! Már túl késő. Próbáltam, Leon. De nem tudom megállítani. Nem hagyhatjuk, hogy ez a dolog elterjedjen. Ez mostantól magánál. Csak menjen! Érted? Nem hagyom cserben, Marvin. Thank you.
Fenébe. Kulcskártya kell. Ugyan csak valami vicc. Érezd le! FBI. Sajnálom. Köszönöm. A segítséget. Meglep, hogy idáig eljutottál. FBI, igaz? Mégis mi folyik itt? Sajnálom, ez az információ titkos. Hová megy? Tégy magadnak egy szívességet. Fejezd be a kérdezősködést, és tűnj el innen. Hé! Még beszédem van magával! Nem hiszem el. Egy valódi ember. Hello, ember. Régóta vagy itt? Elég rég. Mi vagyunk az utolsók? Nem. Vagyunk még néhányan. Azt hiszem, ez jó hír. Igen. Kivéve persze, ha Irons küldött. Irons? A rendőrfőnök? Még mindig itt van? Kit érdekel? Remélhetőleg már valaki vacsorája lett. Ezt hogy érted? Ő az a szemét, aki bezáratott ide. Biztos vagyok benne, hogy jó okkal. Úgy van. Épp leleplezni készültem a rohadékot. Gondolom, a helyében én is ezt tenném. Hé, ajánlok neked valamit.
Ha kinyitod a cellát, én odaadom ezt. Nincs másik kiút a mélygarázsból. Hidd nekem! Sajnálom, nem tehetem. Először beszélnem kell a főnökkel. Nézd! Mi mindketten foglyok vagyunk ezen az őrsön. Szóval, ha összejátszunk és segítünk egymást a kiúti... Fenébe. Jön. Mi? Mi jön? Gyerünk! Gyerünk, ne legyél seggfej! Erre szükséged lesz! Csak vigyél ki innen a picsába! Szent Isten! Ki az? Csak én vagyok. Szóval leeresztheted. Fogalmam sincs, mi történt. Az egész olyan gyorsan történt. Mondtam, hogy tűnj el innen. Nem akarod úgy végezni, mint Ben, igaz? Ismerte? Egy informátor volt. Információi voltak a nyomozásommal kapcsolatban. Szóval, amit mondott, az igaz? Hé, nem sétálhat csak úgy el! Még a nevét sem tudom. Az enyém Leon Kennedy. Találj egy kiutat, Leon. Amíg nem késő. Aztán beszélünk. A nevem Ada. Úgy néz ki, áll az alkú. Az nem magyarázza meg az árvaházról szóló pletykákat. Számomra nem tűnik véletlennek az, hogy pont az Umbrella a jótevők egyike. Azt mondta, hogy az interjú az Umbrella új ösztöndíjáról fog szólni. Ugyan már ne, a senkit nem érdekel. Őket a G-vírus foglalkoztatja, és az a kibaszott nagy víznyelő, amelyről egyébként az a hír járja, hogy egészen egy föld alatti laborig vezet. Szóval most válaszolni is fog, vagy... Az interjúnak vége. Révanc. Mit keresnek? Kezd unalmas lenni. Megmentettem a seggedet másodszor. Nem gondoltam volna, hogy számolja. Nézd, ez nem egy játék. Most szórakozol. Ide lent semmi sem hal meg. Remélem megvan a kulcskártya. Igen. És ez is. Reméltem, megmagyarázza, mi van rajta. Talán. Miután meghallgattam. Tűnjünk el innen. Talán kinyithatnánk a kaput.
Ez az infó kellett? Sajnálatos módon nem. Ben nem jutott sokra. Akkor mit is keres pontosan? Információt azokról, akik felelősek ezért. Na és te? Próbálod megmenteni a világot? Megígértem, hogy hozok segítséget. Sok sikert hozzá. Itt vége. Az egyetlen út a fegyverbolton át vezet. Micsoda felfordulás. Ne mozdulj! Nem akarom bántani. Azt mondtam, ne mozdulj! Én csak át szeretnék menni. Megkérném, hogy eressze le a fegyverét. Meg mit nem? Most szépen megfordulsz és visszamész oda, ahonnan jöttél. Uram, a lányának segítség kell. Nincs. Ne mondd meg nekem, hogy mi kell a lányomnak. Dobja el! Ne! Várjon! Álljon félre! Hatástalanítani kell, mielőtt átváltozna. Hatástalanítani? Az ég szerelmére ő a lányom! Ada. Csak hagyja őket. Emma! Édesem, mondtam, hogy maradj bent! A buci... Igen, Emmi. Itt van a puci. Itt vagyok. Rendben? Azok a kibaszott lények. Nézzék, mit tettek velünk. Te zsaru vagy. Neked tudnod kellene valamit. Hogy történhetett ilyen? Há? Ő volt a mi kis angyalkánk. Anyuci. Anyuci alszik, kicsim. Érted? És én most téged is lefektetlek, jól van? Emma. Menjenek el! Hadd maradjunk egyedül! Az egy dolog, hogy előlem elhallgatja az igazságot. De előlem miért? Szeretném kideríteni, mi történik itt. És megállítani a felelősöket. Segíteni az ilyen embereken. Ezért csatlakoztam a rendőrséghez. A küldetésem, hogy leállítsam a teljes Umbrella működését. Lehet, hogy nem éljük túl. Bármibe is kerül a város megmentése. Benne vagyok. Hallottál az Umbrella vállalatról? Egy gyógyszeripari cég, ahol titokban biofegyvereket készítenek. Van egy vírusuk. Az embereket elpusztíthatatlan szörnyekké változtatja. Ez megmagyarázza, amiket láttam. Ezért keresem Annette Birkint. Ő az egyik Umbrellás, aki felelős a vírus kiszabadulásáért. Rács mögé juttatom.
Így jutunk el Anethez. Abból, amit elmondtál, a csatorna beleillik a képbe. Ahogy mondod. Csak utánad. Jesszus. Kösz. Kizárt, hogy egy igazi tudós ide lent éljen. A központ szerint ez egyenesen az Umbrella titkos létesítményére vezet. Ugyan csatornák futnak végig a város alatt. Hogy lehetett egy létesítményük a hatóság tudta nélkül? Üdvözöllek a valóságban. Az Umbrella irányítja Raccoon City-t évek óta. De jó ég! Ez földrengés volt? Pokolian remélem, hogy az volt. Kizárt. Együtt fogjuk befejezni. Biztos, hogy ez a helyes út? Sajnos igen. Maradj ott! Nagyra nőtt rohadék! Leon, itt fent! Mi a fene volt az? Csak gyere már fel! Én figyelmeztettelek. Azt mondtad, a vírus szörnyek kiváltoztatja az embereket, nem hüllők ki. Jogos. Nem hittem, hogy egy darabban megúszod. Az Umbrella szörnyeket ad el. De kinek? A hadseregnek? Valaki másnak? Ők nem szörnyeket adnak el, hanem vírusokat, amikkel azokat létre lehet hozni. És Annette készítette a vírusokat. Olyan veszedelmeseket, mint az az aligátor, de Annette sokkal veszélyesebb. Határozottan William keze munkája. Azonosítsa magát! Annette Birkin. Őt keressük? Nincs sok idő. Ártalmatlanítani kell. Adja át a G-vírust. Az nem történhet meg. Figyelmeztetem, doktor. Ó, igen. Hé! Megállj! Nem hittem volna, hogy van fegyvere.
Leon! Velem ne törődj! Csak menj! Állítsd meg, mielőtt megszökik! Épp a létesítmény előtt vagyok. Annettet üldözöm. Ha nincs nála, akkor a fészekben lesz. Amint megvan, hívom a kimenekítő csapatot. Elfuthatsz, Annett, de nem bújhatsz el. Elő a titkos fegyvert! Gyerekjáték! Most megvagy! A meneküléshez értesz, Annett. Ezt elismerem. Szívós rohadék vagy, nem igaz? Bravo! Akkor most élve elégedsz? Soha nem teszed a mocskos kezed a gére. Nem csak én keresem. Gondolom, ezt te is tudod. Akkor nem egyedül halsz meg. Tudja, hogy mit csinál. Engedély elfogadva. Az ön azonosítója október 1-jéig érvényes. Térjen vissza ezen időpontig. Nem fog megtörténni. Elég volt ebből a macskaegér játékból. A játéknak vége. Vesztettél. Mondd csak! A férjed még életben van? Vagy megölted, hogy a tiéd legyen a vírusért járó pénz? Érdekes elmélet. Ha nem működsz együtt, akkor el fogok hozni egy mintát a fészekből. Csak a holttestemen át. Ah!
van Leon, amikor szükség lenne rá. Ada! A fenébe! Ada! Hol vagy? Egy felvonó. Érdekes. Hová lett? Nem tetszik ez a hang. Gyerünk. Ada! Jövök, Ada. Kérem, hagyj abba. Hagyj abba. Ne, 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 ne! Megöllek, te szörnyűlet! Ne bántsak! Ne bántsak! A vírus. A patkányok terjeszthették el. Basszus! Előbb áramra van szükség. Remélem, most láttam utoljára. Gyerünk!
percre már aggódtam. Nem tudtam kiszedni. Nem tudom, talán ha megpróbálnám... Csak csináld, így nem tudok járni. Oké. Ez fájni fog. Kitartás. Majd én megcsinálom. Csak lazíts, rendben? Szóval, most mi legyen? Juss ki innen. Amíg még tudsz. Nem foglak csak úgy itt hagyni. Így nem. Te ezt nem érted. A helyzet rosszabb, mint gondoltam. Ilyen könnyedén nem rázol le. Megvédtél. Most én jövök. Nem gondoltam volna, hogy számoljuk. Kapaszkodj a vállamba. Ne olyan hevesen újjont. Oké, csak segíteni próbálok. Óvatosan. Segíteni akarsz? A fészekbe kell jutnunk. A fészekbe? Az Umbrella laborja. Pont alattunk van. Annette kikutyogta. Ott vannak a vírus minták. Készen állsz erre? Talán tudok rá időt szakítani. Rajta. Nincs sok időnk. Igen, hölgyem. A felvonó levisz minket a fészekbe. Ez a csuklópánt a belépőnk. Király! Honnan van? Kölcsön vettem. Különben is. Mindjárt ott vagyunk. Segítsek. Nem. Csak rosszabbul érezném magam. Hogy van a vállad? Rosszabbul, ahogy kinéz. Micsoda páros. Mindketten fél lábbal a sírban. Ez elvisz minket, ahová kell. Ezzel csak lefelé mehetünk. Szóval készülj fel, Leon. Fészekhez megy. Nincs kiszállás a végállomásig. Tudod, mire gondoltam? Nem várom meg, hogy az FBI rajta üssön az Umbrellán és a törvény elé állítsa őket. Egyetértek, de tisztázzuk. Neked erre nincs felhatalmazásod. Ez egy szövetségi ügy. Miután megszereztük a G-vírust, saját magam viszem vissza. Hé, Leon! Bízol bennem. És te? Őszintén. Ha nem bíznék, már halott lennél. Igaz. Úgy gondoltam, kell a segítséged, és igazam volt. Ha megszerzed a G-vírust, biztosíthatlak, hogy ami itt történt, soha nem ismétlődik meg. Ada, te magad mondtad. Ez egy szövetségi. Leon, nézd rám! Jelenleg csak teher vagyok. Ha be akarom ezt fejezni, te vagy az utolsó reményem. Nem hagyhatlak csak úgy itt. Mi van, ha megtámadnak, ha segítségre szól? Rendben leszek. Miattam ne aggódj. Be kell ezt fejeznem. És szeretnélek újra látni. Van miért élnem. Bízz bennem. Érkezés a fészekhez.
Kérlek, nincs sok időnk. Erre szükséged lesz. Rendben. Leon, számítok rád. Tudom. Látom a G-vírust. Bemegyünk. Birkin doktor, maga most szép csendben velünk jön. Azt hitték, nem számítottam magukra? Ez életem műve! Nem adom át senkinek! Parancsot kaptunk, Birkin doktor. Még egyszer megkérem. Állj, tüzet szüntes! Mégis mi a fasz képzelsz? A parancs az volt, hogy élve vigyük be! Így volt, uram. De probléma adódott. A célpont ellenállt. Ki kellett iktatnunk. Pontosan, uram. Vettem. Akkor csak a mintákat visszük. Mozgás! Szóval azok voltak a G-minták. Ha, ez könnyen ment. Rendben, most vissza Édához. Figyelem, egy négyes szintű vírust jogosulatlanul elkülönítottak. A létesítmény lezárult. Ön megsemmisítés indul a lezárás befejeződése után. Nem így kellett volna történnie. Ez az egész az Umbrella hibája. Ön is Umbrellás. Azt mondja, ön nem vett részt ebben. De igen. De soha nem akartuk, hogy ez megtörténjen. Akkor mondjon el mindent. Az elejétől kezdve. Nem fogják ilyen könnyen elvinni. Jóságos ég, William! Mit tettél? Szóval ez a maga műve. Mi hoztuk létre a G-vírust, de sosem akartuk ezt. Magyarázhatja, ahogy akarja. Ettől még fenn. Rendben! Ezt most befejezzük!
Célpont semlegesítve. Karanténfeloldás. Jézusom, ez rosszul néz ki. Hidd el, rosszabb, mint amilyennek tűnik. Figyeljen, amit mondott. Nem tudom, mennyire hihetem. Csak ígérd meg, hogy elpusztítod a G-mintát. Nem, az bizonyíték. Megy az FBI-hoz. Megbízol abban a cafkában. Mit jelentsen ez? Ön nem FBI-os, hanem egy zsoldos. El fogja adni. A G-vírus a legtöbbet ígérő vevőhöz kerül. Ez baromság. Remélem igazad van. De ha a G-vírus rossz kezekbe kerül, gondoltam. Nem vagy vele egyedül. Már kezdtem aggódni. Tudod, jó csapatot alkotunk. De valamit kérdeznem kell. Az út tiszta. Kérlek, mondd, hogy nálad van. Ó, nálam bizony. Add ide, aztán elhúzunk a fenébe. Mielőtt ezt megtennénk, belefutottam Annette-be. Azt állította, hogy nem vagy FBI-os. Ó, Leon. Miért nem tudtad csak egyszerűen átadni a mintát? Mert bármennyire is szeretnék bízni benned. Nem tehetem. Nagyon reméltem, hogy ez nem így ér véget. Szóval mindez ezért. Én csak valami játékszer voltam. Nézd, én csak a munkámat végzem. Ahogy én is, szóval dobd el azt a fegyvert! Letartóztatlak. Add át a mintát, Leon. Nem akarlak bántani. Akkor lőj le. De nem hiszem, hogy képes lennél rá.
lehet az? Claire! Leon! Te is ident vagy? Igen, de az egész hely pokollá vált. Figyelj rám! Ki kell jutnod innen! Gyorsan! Igen, van itt egy kiút. Meg tudjuk csinálni. Hol vagy most? Claire, ott vagy még? Leon! Hé, Leon, szakadozol! Velem ne törődj! Csak tűnj el innen! A fenébe! Ez egy kibaszott vicc! Sem hiszem, hogy tényleg hiányzik.
John! Megcsináltuk. Ahogy előre megmondtam. Ő ki? Ő itt, Sherry. Oké. Okay. Jézusom! Mi volt ez? Nem tudom. Megnézem. Te vigyázz Sherryre. Találkoztunk. Múlt éjjel. Igen. Pokoli első randi lehetett, gondolom. Igen, el sem tudod képzelni. Nézzétek! Talán elvisz minket. Mi van, ha ez nem csak itt van? Vidd arrébb Sherryt. Gyere! Fickó. Szóval, vége van? Nem tudom. De ha nem, megállítjuk. Bármibe is kerüljön. Arra mérget vehetsz. Amíg együtt vagyunk, nem lehet bajunk. Gyerünk. Hé! Örökbefogadhatnátok. Örökbefogadni? Lehetne egy kutyusunk. Egy kutyus? És egy papagáj. Egy papagáj? Remek. Mindig is szerettem volna egy háziállatot, de anyu szerint túl piszkosak. Ja. Következzen ezen az unalmas szerdai napon egy vérpesdítő dal. Magyar hangok. Mózer Károly, Lamboni Anna, Varga Rókus, Törtei Tünde, Barbinek Péter, Szűcs Anna Viola, Markovics Tamás, Ősi Ildikó, Posta Viktor, Mohácsi Nóra, Sörös Miklós, Prokopius Maja, Sruf Milán, Orbán Gábor, Ráva Közi Gergő, Sipka Gábor, Trencsényi Ádám, Rékasi Szabolcs, Rácz Ádám, Toni Bariton, Péteri András. Magyar szöveg Gótmen, Patyek, Konyak, Firka, Sipka Gábor és Varga Rókus. Gyártásvezető Bohári Mola. Szakértő Sipka Gábor.
Hangmérnök és vágó Hatfi Dezső. Produkciós vezető Bohári Mola. Programozó Tóth László és Tamás Levente. Főtámogatók Nagy Attila, Henviktor Lőrinc, Szanics Miklós, Weintráger Zsolt, Török Ádám Géza, Kreszkai Sándor. További támogatók Stikl Dávid, Bujdos Gábor, Bodolóczki Máté, Bognár Mátyás, Farkas László. There's two sides to everything.